Tűnő eredményeket értek el a szexmai Garai János Gimnázium érettségiző diákjai. Az intézmény fennállásának 125. évfordulóját így méltóképpen ünnepelhették a garaisták az elballagó osztályok kiemelkedően jó átlagával. Helyman Józsefné, intézményvezető elmondta, a tanulók számára különösen jót tett, hogy a pandémia elmúltával újra élhettek közösségi életet, és csapatépítő iskolai rendezvényeken is részt vehettek. Az intézmény tanulmány átlag a 4,45, tehát közel 4,5, ez egy nagyon jó átlag. Ennél már csak az érettségi átlag magasabb, amelyik 4,59, tehát közel 4,6, és majdnem iskola történet is született. Az iskola történetet egy 2016-ban végzett osztályunk tartja 4,83-as eredménnyel, érettségi eredménnyel, és az idei 12. osztályunk ezt nagyon megközelített 4,82. Az emelszintű szintű eredmények, melyeket független bizottság értékelt, sokkal jobban sikerültek, mint a középszintűek. Ez azt is mutatja, hogy a diákok megállják a helyüket a nehezebb próbatétel esetén is. Nagyon szép eredményekről tudok beszámolni, úgy, hogy ne felejtsük el, a most érettségizőknek közel két év úgynevezett covidos időszak volt. Beigazolódott az, hogy ami, ahogy akkor tanítottunk, tehát mi gyakorlatilag kontaktórák keretében tanítottunk akkor is, tehát az órákat ugyanúgy megtartottuk, csak nyilván más körülmények között. Szerencsére az idei évben sikerült megerősíteni, az, oktatást. az intézményben a 101 érettségizőből 96 fő tanul tovább a felsőoktatásban, ez a tanulók 95%-át jelenti. A legtöbben 27-en a Pécsi Tudományegyetemet választották.